Közben tehetek nektek egy vallomást? Egészen nyugodtan. Az első három előadás után nekem be kell vallani, hogy én nem vagyok fejlesztő. Jó? Hogy kíméljetek majd az ilyen jellegű kérdésekkel, de elhoztam két fejlesztő csapattársamat, úgyhogy ha sikerül olyan témát hoznom, amire ti tudtok fejlesztés jellegű kérdést föltenni, akkor a két csapattársam segíteni fog. Jelenleg lefelé vannakhoz. Jó, oké. Okay. Szóval, sziasztok, Müller András vagyok, a mi startupunk az Incs. A mi startupunk az Incs. Az Incs gyakorlatilag egy mobil CRM, ami integrálható külső CRM rendszerekkel, tehát azokkal a rendszerekkel, amik már a vállalatokban jelenleg is bent vannak. Hoztam nektek néhány screenshotot az appból. Alapvetően azokat próbáltuk meg kirakni, amit tényleg nem lehet megvalósítani csak és kizárólag Androidon, az OS-nek a szabadsága miatt. Az első screenen láttok egy hívás közben érkező ablakot, ami arra szolgál, hogyha téged felhív egy kontaktod, akkor felkínáljon neked minden olyan információt a rendszer, amit neked adott pillanatban tudnod kell róla, hogy magabiztosan vehessd fel a telefont. A második screenen egy olyan ablakot látok, ami pont a hívás után jön föl. Itt arról beszélünk, hogyha egy értékesítő egy ügyfelével megbeszél egy személyes találkozót holnap utánra, akkor ahogy ő elveszi a fülétől a telefont, ezt feldobjuk neki a középső screent, ő kiválasztja, hogy ő egy naptárbejegyzést szeretne létrehozni, és rögtön pár kattintással, vagy pár új mozdulattal ezt meg is tudja tenni. A szépsége az a dolognak, hogy ugye a rendszer használtatja magát azáltal, hogy megnyílik rögtön a telefonhívás után. A telefonhívás automatikusan letrekkerődik, és az értékesítő pár mozdulattal tényleg hozzá tudja csapni azt az információt, ami még kijött a hívásból. Fontos, hogy az app kommunikál azokkal a további eszközökkel, további appokkal, amivel neki kell. Tehát, hogyha te fölvettél egy személyes találkozót, vagy ha fölvettél egy személyes találkozót, akkor mi beküldjük a találkozónak az időpontját a telefonodnak a naptárjába, és közben leadminisztráljuk abba a CRM-be is teljesen automatikusan, amit te hozzá kapcsoltál előzetesen. Csak egy szó, nincsen lekapcsolva a mikrofon? Mert tök jó hallom, de nincsen jel a kamerának. Van rajta kapcsolva? Nem tudom. Van, csak és fel van nyomva? Közelebb, így jobb? Igen, nem van. Nem lehet a kapcsolva? Aha. Nem bírom át. Mindegy, technika van. Így hallatok? Átul is lehet hallani? Akkor kell jön. Oké, néhány szót csak magunkról. Hatan vagyunk, egy én, aki szélszes voltam, szélszes múlttal rendelkezem. Van egy designerünk, és van négy darab fejlesztőnk, két Android fejlesztő és két webfejlesztő. Június óta dolgozunk full-time a terméken, és egyébként szintén nyár óta Kibu inkubál minket, hogyha van ilyen szó, hogy inkubál. Erről szívesen, esetleg a sörözés alatt, hogyha valakinek vannak hasonló törekvései, akkor elmondjuk majd, hogy mik a tapasztalataink. A probléma az, amivel mi foglalkozunk, az nem új. Mégpedig az, hogy az értékesítők nem használják a CRM rendszereket. Egész egyszerűen azért, mert nem ők akarják használni, használtatják velük. Túl sok idő, energia, nehéz őket használni, kevés a visszaadott érték. A CRM-eket általában a cégek vásárolják. Mi az Incset az értékesítőknek készítjük. Azt szeretnénk, hogy ők találjanak meg minket, ők telepítsék a telefonjukra, ők kezdjenek el minket megszeretni, és azáltal, hogy ők megszeretnek minket, azáltal a saját produktivitásukon keresztül elkezdik használni az Incsel összekapcsolt CRM rendszert, amit egyébként nekik a céges környezetben használni kellene. Nem tudom, hogy mennyire lehetett látni, de most változott egyet a képernyő. A problémát azért emeltem ki még egyszer, mert
ugyanez a probléma abból a szempontból, hogy a CRM-ek már, amikhez nekünk kapcsolódni kell, már kint vannak a piacon, ez hozott egy olyan esetet, vagy egy olyan dolgot, hogy nekünk kell azt megoldani, hogyha egy értékesítő használni szeretné az ő aktuális cégében az appot, akkor lehetővé tegyük azt a rendszerben, hogy ő bárhol is dolgozik, bármilyen CRM-ben ezt meg tudja tenni. Utolsó szlájdként ennek a megoldását próbáltuk nektek ábrázolni. Ez azt mutatja meg, hogy a klient, tehát ugye arra nem volt lehetőségünk, hogy azt nem akartuk, hogy minden egyes CRM rendszerhez lefejlesszünk egy külön klienst, amit majd az adott értékesítő az adott cégnél fog tudni használni. Ezért a kliens mögé elrejtettünk egy cloud service-t, ami lehetőséget ad arra, hogy a mindenféle irányból, mindenféle CRM rendszerből érkező információkkal ő tudjon kommunikálni, és azokat, vagy ezeket az információkat a telefonok felé a klienseknek megfelelő nyelven továbbítani tudja. Ez azért fontos, mert egyrészt szeretnénk azt, hogy minden szélszes tudja majd ezt használni, illetve azt is szeretnénk, hogyha ezt egy szélszes egyszer letölti, akkor ezt ő cégtől, tehát cégből cégbe, CRM-ről CRM-re tudja majd használni, tehát ha ő a A cégnél Salesforce-ot használt, de átmegy B céghez, ahol mondjuk Zoho CRM-et használnak, akkor egész egyszerűen, amikor ő kilép a cégétől, akkor kihúzza a dugót és bedugja az új cégnél az új CRM-be, és gyakorlatilag ő ugyanazon a felületen, ami munkát neki kell megcsinálni, tehát adatot bevinni a CRM-ekbe, azt ugyanazon a felületen fogja tudni folytatni, ahol az előző cégnél abba hagyta. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Van esetleg kérdés? Parancsolj! Milyen stádiumban van a történet? 21-én, október 21-én tettük ki az első bétát, ami persze hozott egy ilyen bug listet, ami körülbelül még egy jó két hétre adott nekünk feladatot, és törünk előre. Ahogy sikerül haladni a fejlesztésben, és persze most már a felhasználó keresést kell nekünk igen erősen megtolni. Milyen célra az első használatot? Még egyszer, bocs. Milyen célra? Milyen határidőkészítettek? Még egyszer, bocsánat. Mi a vége az utolsó? Hogy mikor? Érdekes a kérdésed, mert hát ezt én őszintén nem tudom most megjósolni, hogy mikor lesz ebből vásárolható termék. Gyakorlatilag használni most már a következő egy hónap után szerintem már egész jól lehet majd, és tényleg bele fog simulni az értékesítőknek a kezébe. Az üzleti modell az egy másik kérdés, mert alapvetően egy freemium modellben gondolkozunk, ami ugye azt teszi lehetővé az értékesítőknek, hogy ők ezt mindenféle kockázat nélkül elkezdjék tudni használni, és megismerkedjenek, megbarátkozzanak vele. Hogyha ők szeretik a mi rendszerünket, és jól használják, akkor a saját, tehát ahol dolgoznak, annak a cégnek a CRM rendszere is elkezd jobban használódni. Tehát több adat, frissebb adat, minőségi adat fog belekerülni, ami viszont már a cégeknek is egy értéket jelent. Mi a szélszesnél, a szélszesektől azt várjuk, hogy terjesszék az applikációt, ők vigyék be a cégekhez, mert hogyha ő mondja azt a vezetőnek, hogy figyelj főnök, ezzel én tudom tölteni a CRM-et, akkor a főnök erre azt fogja reagálni, hogy végre, amit eddig kidobtunk pénzt a meglévő CRM rendszerünkre, legalább valamilyen szinten vissza tudjuk hozni. Parancsolj! Köszönöm. Az első kérdésem az, hogy honnan lehet ebből tényleg?
Aha. Honnan lehet letölteni a Google Play? Igen. Jó, mert most így értem, és a másik kérdés az, hogy mit szólnak a cégvezetők ahhoz, hogy van egy rendszer, ami hozzáférik az érzékeny adatokhoz, hogy vajon nem parázik tőle? Biztos, hogy fognak, és mi is félünk tőle. De ez az őszinte válasz. Az a helyzet, hogy volt, nem így indult a termék. Én voltam értékesítő és értékesítés vezető is a Sanománál. Mind a két oldalról megtapasztaltam ezt a CRM dolgot. Próbáltam tölteni is, meg próbáltam töltetni is. A termék úgy indult, hogy top-down elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tudjuk a szélszesekből kvázi kisajtolni ezeket az adatokat. Elvittük, le is fejlesztettünk belőle egy MVP-t, elvittük megmutatni pár cégnek, pár cég vezetőnek, és ott ők azt mondták, hogy ezeket a rendszereket az embereim nem használják. Nem tudunk vele mit kezdeni, nem használják. Akkor kopogtassak újra, tehát konkrétan ez hangzott el a legtöbbször, hogy ők olyan rendszert hajlandóak ezen túlvásárolni, amire az értékesítő azt mondja, hogy főnök, ez nekem jó, ezzel én hatékonyabb tudok lenni, ez nekem kell. Mert ez a probléma, hogy nem használják. Hogyha mi ezt elérjük, hogy a szélszesek használják, akkor meg fogjuk tudni találni, én azt gondolom, azt az utat is, hogy úgy vigyázzunk ezekre az adatokra, mind a cégek felé, mind az értékesítők felé, hogy ez elfogadható legyen mindenkinek. Választottam a kérdésed? Nem emlékszem a második felére, de hogyha mondod, akkor... Mennyire könnyű beépülni, ráépülni ezekre a meglévő CRM-ekre? Mennyire könnyű beépülni a meglévő CRM-ekbe? A dobozos CRM-ekben, mint mondjuk egy Salesforce, egy Sugar CRM, egy HiRISE vagy egy Zoho, egész könnyű. Tehát nekik vannak API-ik, amikre mi rá tudunk kapcsolódni, és így is indulunk. Tehát először mi keressük meg azokat az utakat, ahol kapcsolódni tudunk. Később persze van egy olyan terv, hogy kiadunk egy saját API-t, hogy mondjuk egy olyan cég, akinek van valami eszeveszett TaylorMade CRM rendszere, ővele is össze tudjunk kapcsolódni. Csak nyilván azt már nem mi fogjuk lefejleszteni, hanem ha mi elég nagyok leszünk és magabiztosak és szexik, akkor abban reménykedünk, hogy majd ők akarnak hozzánk csatlakozni, és ők fogják használni a mi API-nkat. Parancsa? Jó a kérdés. Konkrét információnk nincsen, feltételezéseink vannak. Pusztán a penetrációból adódóan, meg abból a hipotézisből adódóan, hogy a cégek inkább az olcsóbb telefonokat adják ki a szélszeseiknek. Ebből arra merünk következtetni, hogy ezt felvállalhatjuk. De egyébként, hogyha egy mondat még lehet? Tehát megnéztük a Play-be, a Salesforce-nak az apját letöltötték körülbelül 200-300 ezeren. Ez már nekünk sugall egy olyan számot, hogy van akkora a piac, hogy erre nekünk érdemes építeni. Köszönöm a figyelmet, hogyha bárkinek még mondtok bármit, akkor keressetek meg.